Sziasztok, Madaras Magbi vagyok, nézzétek az NSO TV-t! Már több mint 103 éves a BVSC régi úszoda épülete, amely most kívülbelül megújult, így európai színvonalú körülmények várják az itt sportoló gyerekeket. Mindenki visszafogottan, de nagy örömmel tekinti a megújult részleget. Felsorolni is nehéz, mi mindent fejlesztettek az épületen. 2013 végén a nyílászárok cseréivel és a külső fém tartószerkezetek festésével indult az úszoda felújítása. De az idei év elején a hőszigetelés, a vendégeket fogadó előtér és a teljes fűtési rendszer modernizációja is elkezdődött. Nagyon ráfért, ugye itt 30-40 éves hiányt pótolt az Egyesület, Zugló, mint tulajdonos önkormányzat segítségével, illetve az állam segítségével. Bízunk benne, hogy egy fél éven belül olyan szintre tudjuk fölhozni a BVSC nagymúltú egyesületnek itt a központi Szőnyi úti intézményeit, amely azt gondolom, hogy méltó egy 21. századi egyesülethez. A BVSC igazolt sportolóinak száma meghaladja az 1000-et, a klub létesítményeit használó szabadidő sportolóké pedig az 1500-at, akik egytől egyig mind meg vannak elégedve a fejlesztésekkel. Mind a szülők, mind a gyerekek részéről nagyon tetszik az új rész, az öltözővel barátkoznak, és hát szívesebben járnak ide, arról nem beszélve, hogy mivel növekszik a vízfelülete a fejlesztés végére az egyesületnek, ezért körülbelül meg tudjuk kétszerezni mind az úszni tanuló fiatalok számát, mind pedig a sportoló fiatalok számát, ami azt gondolom, hogy a legnagyobb cél és a legnagyobb eredmény ennek a fejlesztésnek. A TAO-s támogatásoknak természetesen a BVSC létesítmények 800 milliós fejlesztésében is jelentős szerepük van. Az Zuglói önkormányzat a magyar államtól, a MÁV-tól átvette a mintegy 6 milliárd forintnyi ingatlan, ezt követően kezdtük el azt a tájékozódást, gondolkodást, hogy milyen forrásból is tudnánk mi rendbe tenni, és így adódott az a speciális együttműködési megállapodás, amelyet a BVSC-vel kötöttünk. Ugye az Egyesület tudott pályázni az úgynevezett TAO forrásokra, de az Zuglói önkormányzat több mint 300 millió forintot biztosít, illetőleg biztosított már a fejlesztéseknek a megvalósulásához egyfajta önerőként. Bár fúrnak, faragnak, kopácsolnak az úszodában, ez egyáltalán nem zavarja a sportolók felkészülését. Nagy szerepe van itt Szatmári Kristófnak és Szentpáli Gábornak, a BVSC két vezetőjének, hogy létrejön ez az új projekt, hogy nem csak felújítódik a BVSC új úszodája, hanem igazándiból új felületeket is kapunk, egy 25 méteres 18-as új úszodával. Igazándiból megvalósul az, hogy ne legyenek korlátai az utánpótlás nevelésnek sem. A Magyar Labdarúgó Szövetség 220 millió forintos támogatásával műfűves pálya is épül. Így a megfelelő körülmények között akár minden téren újjászülethet a korábban számos gyönyörű sikert elérő klub.